Zarándokok tömegei érkeztek a hétvégén Csíksomjóra, hogy részt vegyenek a hagyományos pünkösdi búcsún. Hodorni Hámori Ágnes is jelen volt a helyszínen, és egy összefoglalót készített a búcsú eseményeiről. 12 évvel ezelőtt a Füredi Katolikus Egyházközség több napot zarándoklatot szervezett Erdélybe a csíksomjói búcsúra. Az egyik akkori zarándok az idén csatlakozott egy debreceni csapathoz a privát utazási iroda felhívására. Idén az Irgalmasság rendkívüli szentévében az egyes egyházmegyékben is megnyitották az Irgalmasság kapuit. Ez a nyitott szentkapu fogad a csíksomjói kegyhelyen is, és azon keresztül haladva lehet eljutni az Irgalmasság anyjához, akit idén így köszöntenek a hívek. Üdvözlégy úrnőnk, Irgalmasságnak asszonya! Ezek a nyitott kapuk jelzik, hogy nincs fal, amely elválaszt Isten Irgalmasságának megtapasztalásától. A hosszú gyaloglás után érkezett el a csoport a kett templomig, majd onnan fel a nyerekbe a hármas oltárhoz. Mivel az út nem zarándoklat volt, hanem turista út, nagyon hiányzott a füredi zarándoklatokon megszokott rózsafűzér imádkozás, a Szép Mária énekek. A szabadtéri búcson a Szentmise előtti közös imádkozás kárpótolta a zarándokokat. A Szentmise főcelebránsa Csintalan László csíkdelnei esperes volt. Szentbeszédének egyik kiemelt gondolata, ahogy itt a hegyen Csíksomjón egy akarattal tudunk imádkozni, kéréseinket Szűz Mária elé tárni, a mindennapi életben is ilyen szeretettel legyünk egymás iránt, és az Irgalmasság évében tiszta szívvel bocsássunk meg egymásnak. Az ünnepség a magyar, a székely és a régi székely himnusz eléneklésével ért véget, majd a tömeg több irányból egyszerre elindulva nagyon fegyelmezetten vonult le a kegytemplomhoz, hogy Szűz Mária 190 cm-es juharfából faragott szobra előtt is tiszteletét tegye. Amen.
Jesus.